Május hónap műtárgya a sárközi férjes asszonyok jelképe, a konyhpántlikás főkötő. A kiválasztása és bemutatása több szempontból is figyelmet érdemel. Egyrészt a Vosinszky-Mor megyei múzeum néprajzi gyűjteményében számos eredeti, a 19-20. Század fordulójáról származó hímzett parittya főkötő található, de teljes konyhpántlikával megrakott változat eddig nem volt. Nagy örömmel fogadtuk a Múzeumbarát Egyesületnek a felajánlását, mikor megvették számunkra, meg tudtuk így rendelni ezt a konyhpántlikás főkötőt, és az elkészítése után ugye a Múzeumbarát Egyesület a néprajzi gyűjteménynek ajándékozta. A másik ok, amiért szerintem figyelmet érdemel egy reprodukció, az éppen az, hogy ebben a hónapban szerettük volna felhívni a figyelmet a sárközi népművészet, illetve konkrétan a viseletnek a tovább élésére, és szerettünk volna egy kicsit közelebb kerülni azokhoz az emberekhez, akik ezt a népviseleti ruhakészítést még a mai napig is folytatják, ezzel hozzájárulva a sárközi népművészetnek a tovább éléséhez. A munka elkészítésével megbízott Heronyányi Néczvek Katalin és lánya Ormándi Petra révén olyan alkotók munkája került a gyűjteménybe, akik fontos szerepet játszanak a sárközi népművészet fennmaradásában. Körülbelül 6 éve foglalkozik a sárközi népművészeti, illetve népviseleti tárgyaknak, ruháknak, tartozékoknak a készítésével. Mesterének, mentorának Minorics Jánosnét Juliska néni tartja, aki szintén népiparművészként, művészetmestereként ismert itt a saját közegében, illetve hát a gyűjtők, a kutatók által is. Katinak, tehát ő nagyon nagy szeretettel beszél Juliska néniről, a mai napig nagyon jó köztük a kapcsolat, és nem csak az elkészítésnek a módját, hanem a színek összerakását, az anyagoknak az összepasszolását, a technológiát, minden olyan készítési, viseleti dologban ki tudja kérni a tanácsát, amit ő még egyelőre nem tud. Tehát Juliska néninél is egy óriási tudás van, amit nagyon, nagyon nagy öröm, hogy valaki ezt megpróbálja megtanulni és megpróbálja továbbvinni. Cvek Kati 2020 óta vezeti a Zöcsényi Gabóca kézműves kört, és a mai nap már nem csak népviseleti ruhák készítésével, hímzésekkel, de nyakfodor készítéssel, nyaklánc, nyaksiknak a készítésével is foglalkoznak, illetve az utóbbi időben a sárközi bubának, ami szintén egy ilyen néprajzi fogalomként lehet értelmezni, sárközi tárgyi fogalomként lehet értelmezni, a sárközi bubáknak a készítését is elkezdték megtanulni. Tehát egy nagyon széles körű népművészeti, a sárközre vonatkozó népművészeti hagyomány átadásról van szó, most a kézműves körön belül. Ormándi Petra 2 éve kezdte el a hímzéseket. Nagyon precíz, nagyon finom munkát kell ezeknek a hímzések alatt csinálni, és Petra egyelőre a fekete alapon történő fehér hímzéseket készíti, ami alapvetően főkötők, illetve a főkötő hímzéseket vagy nyakendő hímzéseket jelentett. Az elsődleges, tehát a munkafolyamat első fázisában, ahogy ennél a főkötőnél is, fekete muszlin vagy zsorsett anyagon elő kell rajzolni a főkötőnek a hímjét, és ezután egy rámára kifeszítve, ráadásul nagyítóval kell a hímzéseket megcsinálni, hiszen egy olyan aprólékos, miniatűrizált munkáról van szó, és miniatűr mintákról van szó, hogy nagyító mellett lehet elkészíteni. Petra szintén utána járt a sárközben ismert vagy szokásos hímzéseknek. Tulajdonképpen mindegyik hímzésnek megvan a maga speciális neve, amit Petra elkészített, ez a három rózsa, három levél, három lik elnevezésű minta együttes ezen a parittya főkötőn.
Ezt a mintát a 20. század elején Győri Mihály né Szél Judit készítette, és ez az ő rajzaiból, az ő munkássága révén terjedt el utána a Sárközben. Tehát itt egy ilyen több 100-150 éves mintáról beszélhetünk, amit valaki egyszer papírra vetett, megrajzolt, és utána ez ténylegesen el tudott terjedni. A fecskefarkusan rakott parittya főkötő négy részből áll, amit a készítésnél külön-külön kell megcsinálni. Az egyik, amiről az előbb beszéltem, tehát maga a parittya főkötő része, a másik része az a fecskefarkos pántlikáknak a megrakása, illetve összeillesztése. A harmadik az maga a parittya főkötőt, a homloktól elválasztó ráncolt homlokszalag, és a hajpánt, tehát ez a kis hajfonat, amit a vakszönhöz, úgymond a halántékhoz szoktak illeszteni. A főkötőnek a hímzését ugye a Ormándi Petra készítette, a többi részét, a másik három egységet pedig Cvek Kati készítette el. Nagyon érdekes, és az is egy óriási nagy munka, a pántlikáknak a megrakása. Ennek a főkötőnek az a különlegessége, egyrészt, hogy úgynevezett fecskefarkosan rakott, ami azt jelenti, hogy négy fő ágból áll a pántlika, a középső két hosszú ág az 8-8 virágot lát a behajtásoknál, illetve a két szélén pedig a két mellékágon 7-7 virághajtását látunk. Na most mindezeket, mivel fecskefarkosnak nevezzük, ezt úgy lehet elképzelni, hogy V-alakba is hozzáhajtják mindegyikhez ezeket a virágokat. Tehát tulajdonképpen a kék virágból 90 darabot látunk, és a hátsó hajtások miatt a fehér virágot, amit eltakartak, ott megint 90 virág van elrejtve. Tehát összesen ezen a megrakott pántlikán 180 virág bújik meg. Éppen ezért mondták a készítők, Kati mesélte, hogy a szalagnak a hosszát nem is méterben, hanem a virágoknak a hosszába mérik a főkötő készítők. Egyébként azért a kíváncsiság kielégítése véget elmondanám, hogy 13 méterből áll ez a pántlika, tehát borzasztó hosszú, és ebből is látszik, hogy egy hihetetlen pepecs munka elkészíteni, megrakni magát ezt a pántlikát is. Ugyancsak nem egyszerű feladata a ráncolt homlokszalag elkészítése. A homlokszalag az 6 rétegből áll, tehát egy fehér, egy zöld, egy fehér, egy lila, egy kék sima réteg, amelyeknek mindegyiknek az a lényege, hogy a szélei látszanak, tehát pont a díszítettséget, a színezettséget próbálják ezzel megmutatni, illetve gazdagítani, és az 5 szalag tetejére kerül föl az összeráncolt fekete selyem szalag. Ebben az esetben egyébként a ráncolt szalag megrakása, ami nehéz, ugyanis ez egy 70 cm-es szalag, amit 2-3 mm-es ráncolással raknak össze, illetve kötnek meg. Tehát gyakorlatilag mintegy 130-140 ráncolást kell rajta elvégezni. Mikor ez a három egység ugye külön elkészült, ezután kell összeállítani magát ezt a konypántlikás főkötőt, úgy, hogy az egészet alá kell bélelni, illetve hogy a tartás érdekében alá kell vatellinnel vagy valamilyen anyaggal bélelni kell, és az egészet így kell összevarni. És ebbe az összevarrásba kerül bele a negyedik egység, a hajfonat. A hajfonatot is külön kell elkészíteni. Régen az volt a különbség, hogy régen az asszonyok, a lányok a saját hajukat fonták be, és úgy tekerték föl, hogy ez a kis hajfonat a halántékon látszódjon. Ma már az 50-es évektől kezdődően főként póthajat, vagy pedig fodrásznál vásárolt tényleges élő hajat vesznek meg a népviseleti készítők, és ezeket fonják föl. Egyébként, ha valaki ráközelít a hajfonatra, az sem egy egyszerű dolog, ugyanis mind a három szál különböző stílusban van befonva. Tehát olyan aprólékos, pici finomságokra kell figyelni ezeknek a készítőknek, és ezt a tudásnak ugye a birtokában kell lenniük.